Most már, hogy befejeződött, megnyugodtam egy kicsit, és örömmel fogyasztom a vizüket, mert ilyen jól nincsen más. Csökön jött, de én pénteken bontottam fel, mert mindig pénteken fizetem a csekeket. És akkor látom, na mondom, ez 4800, ez beton, 10-esből kitelik az UPC-vel, meg ezzel együtt. Majd mikor látom a számokat, hát ez, mondom, ez nagyon sok. A nulla, meg elolvastam, hát azt hiszem színpajt kapok, de igyekeztem magamat tűrtőztetni, hogy nem is hittem a szememnek, ez az igazság, nem hittem a szememnek, hogy ilyen előfordulhat, de utólag meggyőztek afelől, hogy ezt emberi kéz nem is érintette. Tehát csak a leolvasás után derült ki, hogy ez így működött. Szóval a vízmű sem hibás, meg senki. Csak egyszerűen a gép munkája ez. Hogy én hogy érzem magamat? Hát 4 napig azt hiszem, hogy hát amíg ez nem rendeződött, aránylag jól, hál' Istennek, addig feszültségbe éltem, hogy történhet ilyesmi meg. Már meg tetszett kapni az új csekket is, ugye? Megkaptam az új csekket is, elhozta Ágyus úr, meg a Tronka úr, nagyon aranyosak voltak. Már 4 óra hosszan múlva a bejelentésem folytán, 4 órán belül már az új csekkel itt voltak a vízügytől. Úgyhogy nagyon rendesen álltak a témához, hogy elnézést kértek, hogy most már kezdek egy kicsit magamhoz térni, mert ez a 6. napja. És jól, aránylag jól érzem magam, de... Azt látom, ki van már készítve itt a pénz, ugye? Igen, meg az új csekk? Az új csekkre már elkészítettem a pénzt is, hogy majd befizetjük a pénzt. Mennyi lett ez most az új? Ez általában ennyi az összes, mindig a fizetés, két havonta, 5000-6000 közt. Tehát nem 48 millió. Hát 48 millió, hát az egész ház nem ér annyit meg. Meg főleg az, hogy utólag értesültem a felől, hogy végeredményben a 2 Debrecen vízszámláját számlázták ennyi pénzösszegért. Az egész városnak. Igen, tessék. Te csak a Mészáros József vagyok, és tegnap beszéltünk, hogy igen, meglátogatnánk ön. Igen. Tessék parancsolni, bejönni. Nyitva van a kapu. Csak ide menjünk, no? Csokkalom. Kedve csokkalom. Nem szeretnék bemenni már, nem inkább tessék kijönni. Egy kabátot tessék felvenni. Nem vázol. Pedig csak szóval szeretnék bemutatkozni. Álnyos József vagyok, az előttem. Ismerem már tévében. Mészáros József vagyok, a tévében vagyunk az előttől. Örvendek is. És mondjak. Mi szeretnénk mondani annyit, hogy azért jöttünk volna, hogy a elmúlt napok incidenseit, amit okoztunk, és azért akár az egészségét, vagy a rosszul léteket is okozó nagy értékű személyen jött, amit hibásra állítottunk ki. Ezért szeretnénk elnézést kérni öntől, és szeretnénk, hogyha ez a jövőben a debreceni víznek szolgáltatónak a megítélésében Én köszönöm, hogy ilyen gyorsan és ilyen rugalmasan elintéződött ez a félreértés. Nem az önök hibája itt, sem az én hibám. Ez egyszerűen így adódott. És én voltam az a pekkes személy, aki 90 000 néző közül. Pont én estem bele. Reméljük, hogy ezt nem fog előfordulni. Eddig sem volt ilyen probléma. Mindig rendesen foglalkoztak. Adták a vizet a kellett. Fölöslegesen nem. Értem. Egymás mellett.
Debreceni vízmű hosszas előkészítések után szeptemberben jutott el abba a fázisba, hogy az értékesítési szoftverét lecserélje, hiszen már több mint 20 éves volt, és nagyon sok rugalmatlan része volt. Ezért az új programot úgy gondoltuk, hogy szeptemberben elérte azt a kidolgozottsági szintet, hogy már élesben be tudjuk vezetni. Az éles bevezetéshez azonban még ahhoz, hogy a fogyasztók ebből nagyon keveset érezzenek, jelentős diákmunkát kellett igénybe vennünk adatrögzítések tekintetében. Az adatrögzítés során sajnos egy ki nem szűrhető olyan hiba került be, amelyik a vízóra állás tekintetében a vízórának a gyári számát cserélte össze, ezért került bele egy ilyen irtózatos mennyiségű fogyasztás a fogyasztónak a számlájára, amelyet sajnos, mint kiderült a program éles indításánál, még nem minden ellenőrzési funkció mellett nem szűrte ki maga a szoftver, és kijutott a számla a fogyasztóhoz. Mi ezt a tegnapi nap, amikor megtudtuk és érzékeltük, még a délelőtt folyamán a 48 milliós számlát az 5900 forintos számlára kicseréltük a fogyasztónál, elnézést kérve tőle, de azonban a tegnapi nap folyamán értékelve a helyzetet, arra megállapításra jutottunk, hogy a fogyasztótól személyesen is elnézést kell kérni, és hogy figyelmesség meg számító ajándékkal szerettük volna enyhíteni azt a fajta feszültséget és kellemetlenséget, amit a számlával nyújtottunk a számára. Nekünk ez fontos volt, hiszen a debreceni vízmű nem csak több milliárdos értékű beruházások megvalósítását tartja fontosnak, hanem az életminőség és a szolgáltatás megítélése tekintetében a szolgáltató megítélésének a javítását is fontosnak tartja, és egyetlen fogyasztónak a rossz megítélése is fontos nekünk, hogy az ne maradjon meg senkiben. Boldog vagyok, hogy vége van, és azt kívánom, hogy a jövőben valahogy kerüljön el engem az ilyen szerencsétlenség. Köszönöm, és ezzel, ha lehetséges, megsemmisíthetjük ezt a számlát. Széttéphetem? Mert másképp nem teszem. Ennyi volt. És köszönöm, hogy foglalkoztak velem.